Ők Karcag legújabb négyesikrei. Az ugatás nem tőlük, hanem a szentesi tanya egy másik lakójától származik. Egy házi kecske jellemzően egy-két utódot hoz a világra, már hármat is nagyon ritkán. Az pedig párját ritkítja, hogy mind a négy életben maradt. Nagyon ritka, nagyon ritka. Ezelőtt 20 évvel született még édesapám idejében négyesiker, és 2021-ben ugyanez a kecske négyesikreket ellett. Az anyaállat neve Miranda, ő maga is kecskeiker, ikerkecskeként jött világra, így szinte biztos, hogy az ikergént örökölte, illetve átörökíti utódaira. A kecskegidák száma egyébként függ a vakkecskétől is, az is egy ikres vakkecske, és akkor az örökíti jobban az ikreket. A fekete gida neve színének megfelelően ördög, míg a három testvére ugyancsak színüknek megfelelően a tarka, pápás és hófehér nevet kapták. Egy bur anyakecskétől négy kis gida van, három bak és egy gödője. Mindegyik életképes, szombaton születtek, most jelenleg háromnaposak. Nagy odafigyelést igényelt az anyakecskének a vemhességi időszaka is, mert tudtuk, hogy sok gida van benne, és most is, mikor megszülettek, utána is nagyon oda kellett figyelni, szoptatni őket, gondoskodni róluk. Az új jövevények életkoruknak megfelelően még egy kicsit tétovák, még egy kicsit gyámoltalanok, de az étvágyuk egy farkaséval vetekszik. A gondoskodásra továbbra is szükségük lesz a négyesikreknek. Hát az első pár nap az bent vannak az anyjukkal az istálóba, jól beszalmázva, nagyon gondosan figyelve rájuk. Most egy nagyon jó idő van, és a mai nap már most háromnaposak, ki tudtuk őket engedni egy picit, hogy erőre kapjanak, süsse őket a napocska. És közben a forgatás alatt megellett a másik kecskénk is. Az egy szementáli kecske, két gyönyörű gidának adott életet. Nem tudjuk még az ivarát, még azt nem néztük meg. Anyjuk számára a legjobb minőségű lucerna takarmányt kell biztosítani, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű tejjel láthassa el utódait. A büszke édesapa, egy núbiai, fekete fajtájú bak, nem kívánt kameránk előtt a kecske népszerűség útjára lépni.